Borul Bili. Billy. Sziasztok, én Fóge Frigyes vagyok, szabad filmes. Ez pedig az egy őrült naplója videoblogomnak a podcast adása. Nos, kérem szépen. Sokan azt szokták reagálni csuklóból, hogy mi innen Magyarországról belepofázunk és osszuk az észt az elcsatort területeinken élő magyarokról. Engem az érdekel, hogy ők mit mondanak, és nem az ottani vagy a budapesti entelektuelek szűrőjén vagy cenzúráján keresztül jöjjenek a hírek. Szabad filmesként még mindig járva a világot, Erdélyben is azt tapasztalom, hogy bizonyos témákban a valóság köszönő viszonyban sincs azzal, amit az ottani médiák vagy a magyarországi kollégáik szajkoznak a nagy érdeműnek már évtizedek óta. És bizony ez a jobboldali médiumokra is érvényes, sajnos. Az is előfordult velem már nem is egyszer, hogy Erdélyben az ottani médiamunkások megkerestek, és elmondtak nekem olyan dolgokat is, amiktől a nem létező hajam szálai és égnek merettek. De persze csak privátban, hiszen még manapság is tartanak, hm, hát sok mindentől. És én ezt valahol meg tudom érteni. Viszont vannak még olyan bátor emberek, akik nevüket is, arcukat is vállalva mernek válaszolni a feltett kérdésekre, kérdéseimre. Úgyhogy a mai adásban egy igencsak bátor embert, egy asztalost, aki profi rádió stúdió tulajdonos is, ott Erdélyben, Déván egészen pontosan, őt fogom ismét bemutatni nektek. Őről a korábban készítettem egy nagyon rövid kis videó, hát szösszenetet. Viszont ez alkalommal ez egy kicsit rendhagyó dolog lesz, ez a podcast, ugyanis ez az interjú az interneten keresztül készült, stúdiótól stúdióig, és ezeken a vadregényes vidégeken többnyire alig van sávszélességem, és én most csak így tudtok megoldani, barátommal ezt a podcast kérdés-feleleket. Nagyon örülnék viszont, hogyha a kommentekbe, akár névtelenül is, megírnátok véleményeteket, gondolataitokat. Próbálj meg együtt gondolkodni ezekben a témákban, hát ha valamit ki tudunk sütni, és hát ha be tudtok ti is mutatni akár nekünk új kezdeményezéseket, mert ahogy kedves barátom Attila is mondta ebben az interjúban, igazi működő közösségeket hát elég nehéz találni Erdélyben is. Úgyhogy ezúttal nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és most jönnek a kérdések, a válaszok. Én Fogaj Frigyes voltam, Szabad Filmes. Szerusz kedves Attila, itt Frici, és ezúton akkor fel is tenném neked az első kérdést, ami úgy szólna, hogy miért nem merjük megnevezni a mi belső ellenségeinket, akár virágnyelven. A mi belső ellenségeink furfangosak, és bennünk élnek. Noha élősködők, nekik van hatalmuk úgy virítani, mint nemzetőrök. A parókiák, intézmények kulcsai náluk vannak, nem a demokrácia gyakorlat eredményei ők. Befolyásos kisebbség szolgálja őket, akiknek hűsége fizetéslistára kerül. A többi csak türelmesen tűr és morog. Nincs, amit helyükbe tenni, ha elkergetjük őket, mert nincsenek terveink, vízióink. Jó, akkor még egy kérdésem lenne feléd. Erdélyben sokszor azt láttam, hogy a sumákulás, félrebeszélés és a nettó lopás mellett nincs semmi más alternatíva. Persze most azért sarkítok, de... Szeretném tudni, hogy miért. Nincsenek valós közösségek. Azért. Minden vagy egyházi, vagy politikai. A polgári kezdeményezés olyan, mint az utcai zenész. Kiáll, énekel, és pár apróval tovább lép. Senki nem áll mellé, hogy haver, gyere alkossunk bandát. És ha ide beszúrhatom, ha valaki akár egyedül vagy társakkal zenél, én szívesen fogadom a stúdiómba felvételezni. Tiszta ingyen. Mi jut eszedbe a következő két szóról? Kamu nemzeti, kamu kulturális. Erdélyi viszonylatban szerintem ez a kényelmes hátradőlés a kamu nemzeti, hogy van nekünk egy nemzeti kormányunk Budapesten, aki ránk is vigyáz, nincs nekünk semmi más dolgunk, mint lépten nyomon dicsőíteni. A budapesti kormány mondja meg nekünk, mi miben higgyünk, milyen kulturális irányban haladjunk. A pályázós mázzal megkent politizáló kultúra kitárta ajtóit a kamokultúra felé. És nem hallok ellenvéleményeket. Mindenki felzárkózni igyekszik. Szóval olyan szellemű emberek, akik hittek az egyén szabadságában, ma azzal a szlogennel iratnák magukat a hűséglistára, hogy semmint a rózsaszínűek, akkor inkább a Fidesz. Ez a fajta megközelítés már maga a téboly lelkes, öncenzura. Ú, baszki, ezt már egyszer átéltem. Úgy látszik, van erre egyfajta étvágy. Szerinted vajon kik okozzák ma a legnagyobb kárt Erdének? Kik az igazi gazemberek manapság? A mindenkori opportunisták, akik politikai úton kapnak áldást a megvezetett választópolgárok részéről. Itt nincsenek jók és rosszak, a politikai szereplők szimbiózisban élnek, szükségük van egymásra, egyik élete a másiktól függ. Állami pénzekből gazdálkodják a saját háztartásukat. Ezek aztán bármihez nyúlnak, mindent bemocskolnak. De tulajdonképpen mi a probléma Erdélyben? Megértem a kommunizmus velejét, ott voltam a végén. Tudom, milyen volt megkülönböztetetnek lenni, mint magyar. Bár ceausescu még a románok is utálják, de kevesen fogták fel, hogy tulajdonképpen országot csinált nekik azzal, hogy konkrétan városokat alakított át és belakatta Erdélyen kívüli románokkal. Masszívan. Tehát komoly népírtásról és honfoglalásról beszélhetünk. Városrészeket bontottak le, házaikból tettek ki embereket, kiszúrván szemüket egy tömbházlakással a város periférikus nyomor negyedeiben. Kertes családi házakat koboztak el, emberek életét tették tönkre, és hogyhogy hogy nem, ezeknek zöme ősi erdélyi magyar volt. Ez nem háborús időszak volt már, hanem a szocialista építkezés az új, szovjet típusú ember formálásának dicsőséges korszaka volt. Megértem a kommunizmus utáni vadkapitalizmust, ami abban állt, hogy a kommunisták vették át az úgynevezett kapitalisták szerepét. Konkrétan kapitalizmus hozzánk azóta kezdett költözni, amiután beléptünk az Unióba. Tehát mi az Unió óta beszélhetünk kapitalista törekvésekről, a mocskos kapitalizmus káromolását onnan kezdhetjük. De az is kizárólag a volt kommunisták csatornáin jöttek be. Legyen világos! A mai úgynevezett kapitalizmus az a tisztára mosott kommunisták bizniszei. Én még nem hallottam olyan malétező nagyvállalatról, melynek ősi szállai nevezessenek a volt kommunistákhoz. Mondják ezt más vállalkozó barátaim is, akik egyről a kettőre vállalkoznak 30 éve. Mi a probléma Erdélyben? Hogy Bukarestbe megy az adó, és onnan nem jön vissza semmi? hogy nem lobogtathatunk székely zászlót? Nem azt mondom, hogy nincsenek bajok, de azt látom, hogy nincsenek olyan nagy bajok, ami miatt itt nem lehet élni. Erdélyben sem lehetetlenebb az élet, mint máshol. De szeretnék egy olyan listát látni valamilyen erdélyi magyar képviselő szervezet részéről, mely egyébként gyászol a székely zászló lengetésének tiltása miatt, hogy például az utóbbi tíz évben hány erdélyi magyar könyv, lemez, illetve más kulturális tartalom jelent meg magánkiadásban. Nem képesek egy ilyen listát felmutatni, mert ha van ilyen, és bizony van, az nem az ő érdemük, de nem is izgatja őket. És az irónia az egészben, hogy egy ISBN kóddal ellátott magánkiadású magyar könyvet Hét különböző román nemzeti könyvtárban őriznek. Szóval a román hivatal fel tudja mutatni, hogy igen, Muzsi Attila 2022-ben kiadott saját költségén száz darab magyar nyelven íródott és karikatúrával ellátott muskóci történetes füzetet. Melyik erdélyi magyar hivatal tud erről? Mi a probléma Erdében? Hogy jönnek a srílankai munkások és elveszik a kenyerünket. Én akkor is, amikor végigájultak az erdélyi magyarok a szerencsétlen srílankaiak miatt, írtam, hogy kacok, tessenek venni kenyérsütőgépet, gépet, és otthon 5 perc alatt feltölthető a gép, egészséges, személyre szabott kenyeret lehet sütni, és a kenyeres cégnek annyi, haza küldheti a szerencsétlen srílankaiakat. Videót is készítettem, hogyan kell otthon géppel kenyeret sütni. Én sokáig jártam a dévai Spartánhoz ebédelni. Amióta látom, hogy ázsiai munkásokat toboroztak, egyszerűen átpártoltam a bunika kifőzdéhez, ahol helyéket foglalkoztatnak. Nem vagyok én idegen gyűlölő, dehogy, de támogatni akarom azt, aki itthon marad és nem megy külföldre. Köszönöm, hogy válaszoltál erre a kérdésre is, Attila kedves. Ö, szerinted mi ugrik be neked erről a kérdésről, hogy podcast klubok hétvégente, erdészerte, akarunk mi egyáltalán beszélgetni egymással? Jó lenne, ha létre tudnánk hozni egy erdészerte kapcsolódó podcast klubot. Elmondhatnánk többen, hogyan éljük meg minden napjainkat. Például fel lehetne kutatni a helyi szellemi alkotókat, akiknek esélyük sincs bekerülni valamilyen fősodratú médiába. Hogy megalkostok azt a listát, ahol megjelennek az ismeretlen alkotók. Hogy ne csak a román nemzeti könyvtár tudjon róluk. Felkereshetünk olyan helyi vállalkozókat, akik nyitottak a társadalom felé, akiknek lehet jó tenni egy kis reklámozás. És itt most nem a csíkisőr márkára gondolok, vagy egyéb korporatista modellre. A tennivalók listája csak a mi kreativitásunktól függ. Szerintem nagyon késő, de most már éppen ideje ebből az úrhatnám műdepresszióból kilépni és cselekedni valamit. Szerintem akarunk mi egymással beszélni, de ha mi folyton a fősodrati politikához mérjük magunkat, és annak kiszolgálóihoz nem lesz önbizalmunk a sajátunkhoz. Nekünk nem a geopolitikai stratégiákkal kell foglalkoznunk, hiba azt hinni, hogy bárki számít vagy hallgat a véleményünkre, mely egyébként manipulálva van, Nekünk a saját dolgainkkal kell foglalkozni. És ha nem tudjuk, mi a dolgunk, akkor üljünk le és beszéljük meg. Mi a jó hír neked manapság? Például nekem jó hírnek számított, hogy déván létrejött egy festőklub. Emberek csak szimplán elmennek és egy teremben együtt töltik az idejüket, festenek, tanulnak egymástól, valahova tartoznak. Én ezeknek a kreatív megmozdulásoknak híreit szerettem, mert ezekben látom a magasztos célt. Nekünk embereknek ki kell lépnünk a korporatista virtuális világszemléletből. Ezt nem karddal kell vívni, hanem ceruzával, ecsettel. A hírcsatornák sajnos egytől egyig érdekek kiszolgálai. Nem hitelesek. Egy sem. Ha pénznélkül nem mozul a magyar, akkor... Akkor mire emelné meg a seggét egy mai fiatal? amiben mi vagyunk, társadalmilag ez egy apátia. Nem látjuk a magasztos célokat. Nincs amit elérni. Egyelőre csak a fogyasztás az egyetlen, ami megmozgat minket, és emiatt tűnik úgy, hogy csak a pénz érdekel mindenkit. Én ebben a dévai kis kézműves csoportunkban vélem felfedezni alkalomattán a csillogást a szemekben. Mindenikünk tisztában van azzal, hogy egyhamar nem fogunk tudni megélni kézművességünkből, ami nagyon kezdetleges még, hisz mindenikünknek más a megélhetése. Viszont álmodozunk, és ezt az álmodozást már csoportban éljük. Heten bérelünk egy központi irodát, és oda fogjuk kialakítani a székhelyünket. Egy kis törékeny klubot létesítünk, de érződik a cselekvés, a kitörés vágy. Kellenek a magasztos, konkrét célok. Tehát nem mint tereljük ezotérikus síkra teendőket, hogy előbb legyünk lélekben erős és tiszta magyarok, hogy kipucolódván közülünk a férgese, leszünk majd egy tiszta nemzeti mag. Ez még rémálomnak is rossz. Nem. Magyarok, félmagyarok, jobbos, balosok olyan tervet kell kitaláljunk, ami ő életünket szolgálja, nem mások érdekeit. Záró gondolat, amit nekünk kell megtenni, azt nekünk kell megtenni nincs mit másra várni. Fel kell építeni, mint egy vállalkozást, dalról dalra, írásra írásra, munkáról munkára. Köszi a lehetőséget. Szia!